nagy öröm számunkra a kápolnás nyékieknek, hogy a falunap, amely egyébként számunkra egy jeles nap, Szent Mihály napi rendezvényünk, hogy köré tudtuk gyűjteni többek között a nyékfalvak találkozóját, ami negyedik alkalommal kerül most megrendezésre, valamint a kistérségi szüreti mulatságot, amely a térségi önkormányzatoknak a részvételét jelenti. Egy jó érzés, hogy kápolnásnyék ezen a hétvégén tulajdonképpen a barátság szigete lehet. 2005-ben mi indítottuk útjára a nyékfalvak találkozóját, akkor 8 településsel, és hát örülök neki, hogy ilyen hosszú kitérő után itt kápolnásnyéken találkozhatunk újra. Ez a rendezvény összehozza azokat is, akik még eddig nem működtek együtt a régi polgármesterekkel. Ez az egyik oka annak, amiért itt vagyok többek között. Szinte biztos vagyok abban, hogy a nyékfalvak közül az egyike vagyunk a legkisebb településnek, hiszen 800-an vagyunk. De én úgy gondolom, hogy itt nem a lélekszáma fontos, hanem a lélek a fontos, hogy miért indult el ez az egész dolog. December 27-től vagyok polgármester, tehát mondhatom azt, hogy először vagyok itt önöknél, és először vagyok jelen egy ilyen találkozón. Egy 18 fős csapattal érkeztünk, fantasztikus bulinak veszük az egészet, nagyon jól érezzük magunkat, nagyon kedves a fogadtatás. Képviseljük Kisnyék települést is, ugyanis Kisnyék Sarkadkeresztúrhoz tartozik közigazgatásilag. Egy kis településről van szó, kb. 160-170 lakos van, de úgy gondoltuk, hogy fontos az, hogy itt találkozunk ezen a rendezvényen. Nagyon-nagyon lényeges az összetartozás a felvidéken lévő települések és a Magyarországon lévő nyéktelepülések között. Ez egyfajta hagyományőrző tevékenység, és természetesen egyszer mi is házigazdái szeretnénk majd lenni ennek a rendezvénynek. Nagyon jó összejönni. Az ember keresi azt, ami valakivel összeköti. Keresi a rokonságot, keresi a barátságot, keresi az ismerőst, keresi a bárkit, a szurkolótását, tehát az ember szeret valahova tartozni. És elérkezett a szombati nap, a hivatalos bemutatkozások után már is következett a szüreti mulatság. Káposztát készítünk, levélbe göngyölt töltelékkel, hússal, sonkával, minden finomsággal. Nagyon kellemes. Nagyon kellemes. Mi nálunk csülökpörkölt készül. Tavaly is azt főztünk, és az idén is, mivel hogy nagy sikere volt tavaly is. Készül önöknél. Szüreti mustos sertésszelet, és ennek van egy olyan körete, ami rántott gombóc, ami fürtojással és márványsajttal van töltve. Sziasztok, honnan érkeztetek hozzánk? Sukaróról. Milyen ruhát látunk, jartatok? Hát ez csőszlány ruha, és én vagyok a bíróné konkrétan. És mi a bíróné feladata? Hát konkrétan annyi, hogy a bíróné meg a bíró szeri össze így a társaságot, és a felvonulásra készíti föl őket nagy részt. Mivel tetszenek éppen foglalatoskodni itt ilyen? Készítem a gyermekeknek a pártát a következő kis csoportunknak. Milyen, melyik települést tetszene képviselni? Zicsiújfalu. Zicsiújfalu, és mit láthatunk önökön? Mi jellemző erre a ruházatra, amit önök most éppen viselnek? Tessék! Zicsújfalu haszontáncsoportnak a magyaros ruhája. Mennyire nehéz ezt megcsinálni mondjuk nekem? Hát neked még lehetetlen. Mióta foglalkozol ilyesmivel? 5-6 éve üzem ezt a sportágat. Ez ilyen kis hobbinak számít, de versenysportág is egyben. A Dinyési Néptáncsoportból jöttünk, és 2008-ban alakultunk, azóta táncolunk, elsősorban szatmárit, délalföldit, sóvidékit, sárközit, most sárközi tánccal fogunk fellépni. Sziasztok, mit láthatunk itt? Sziasztok, ez lázas munkát. És mi ez a lázas munka, milyen kézműves foglalkozással tengetitek itt az időt? Volt az első, aztán utána most ilyen. Mi az az ez?
Nekem egy virágnak néz ki, ilyen gyűrű virágnak, vagy virággyűrűnek. Nehéz ezt megcsinálni? Nagyon. Hány éves kortól ajánlod? Szerintem 3-tól. Akkor még én is meg tudnám tanulni? Próbálkozz. Rövid időn belül? Igen. Népviseleti ruhát láthattok. Igazából a csőszlegényeken volt ilyen a múltban, meg a falvakban. És ezt a hagyományt próbáljuk megőrizni ezzel a szüreti mulatsággal. E falunak mostan apraja és nagyja elhallgasson nyomban, nyissa fülét nagyra. Bőséges szület után, borforra hordókban, hiába is mennének, ma bezár a kocsma. Helyette jöjjenek a születi bába, 8 órakor kezdődő vidám mulatságba. Lesz ott vidám helyehúja, dínomdánó móka, aki nem ér el táncolni, csípje meg a csóka. Mostantól reggelig húzza a banda, végigvonul a falun a nagy csinadratta. Este 8 órakor megnyitjuk a bát is, nem kell messze menni, csak a művelődési házig. Jöjjön el táncolni, mulassunk végig, nem kell ide új cipő, jó lesz a régi. Hadd szóljon!
kedves kápolnásségiek, nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a szép mai napon, falunapunkon, Szent Mihály napi vigasságunkon. Külön öröm számunkra, önkormányzat számára, hogy ezen a jeles napon tudtuk megrendezni a nyékfalvak, nyéktelepülések találkozóját. Immár ez lesz a negyedik, ez a negyedik alkalom. Valóra tudtuk váltani azt az elképzelésünket, hogy a kistérség településeivel közös szüreti mulatságot tudtunk szervezni. Én úgy gondolom, hogy ezen a hétvégén Kápolnásnyék egy barátság szigete tudott lenni, és hát ez nagy örömöt jelent számunkra természetesen. Köszöntjük Iponyékről Rubik Béla polgármester urat, akinek köszönhető a nyékfalvak találkozójának megszervezése. Polgármester úr, jöjjön ide mellém, hiszen ön csak nyitotta a sort, még nagyon-nagyon sok vendégünket várjuk. Alsónyékről kérném szépen színpadra Dózsa Pál Tibor polgármester urat. Feketenyék polgármester asszonyát, Csárdi Zsuzsannát várjuk a színpadra. Felsőnyékről dr. Balog Béla polgármester úr érkezett hozzánk. Köszöntjük Hernyék polgármesterét, Bundics Tibor urat. Színpadra szólítom Nyékvárdháza polgármester asszonyát, Urbán Sándorné asszonyt. De nem utolsó sorban Sarkadkereszt úr Kisnyék alpolgármesterét, Megyesi Tibor urat várjuk a színpadra. Szeretettel várjuk a színpadra Nyékvárkony polgármesterét, Horváth Ákos. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm meghívásunkat elfogadó valamennyi vendégünket, országos és megyei vezetőinket. Külön köszöntöm El Simon László országgyűlési képviselő urat, az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottságának elnökét. Egyúttal felkérem, hogy nyissa meg ünnepségünket. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt kistérségi elnök úr, tisztelt polgármester asszonyok és urak, hölgyeim és uraim. Nagyon örülök, hogy a mai napon itt lehetek. Ugyan fárasztó a mai napunk, hiszen a Velencei tó környékét ünnepek sorozata tartítja. És hát most itt a kistérségi ünnepségünkön találkozhatunk Kápolnásnyék jóvoltából. Az én Farsang Zoltán polgármester barátomról megállapítottam ma, hogy ő az a polgármester, aki megértette az idők szavát és a kormánynak az üzeneteit, hogy mindenki szorítsa úgy össze a nadrágszíjat, amennyire lehet, hiszen ennél költséghatékonyabb ünnepséget, hogy egyszerre van a negyedik nyékfalvak találkozója, az ötödik kistérségi születi mulatság és a 12. Szent Mihály nap elképzelni sem lehetne. Úgyhogy gratulálok, polgármester úr, csak így tovább a takarékoskodással. És hölgyeim és uraim,
Az ünnepséget nagy szeretettel és tisztelettel nyitom meg. Önöknek a mai napra jó szórakozást, jó pihenést kívánok. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm még egyszer a Nyégfalvaknak a képviselőit. Örülök, hogy ezt a gyönyörű hagyományt határainkon innen és határainkon túl az Egyesült Nemzet tagjaiként azzal a lehetőséggel is élve, hogy minden magyar állampolgára lehet végre ennek az országnak, itt közösen ünnepelhetjük. Jó szórakozást, jó kikapcsolódást kívánok mindenkinek! A Gárdonyi kistérség 9 településének polgármesterét. Elsőként Tóth Istvánt, Gárdonyváros polgármesterét, a Velencei tó környéki többcélú kistérségi társulási tanácsának elnökét. Alpolgármester úr adja át az ajándékcsomagokat. Köszöntöm Olán és Urányi Ágnest, Velence város polgármester asszonyát. Nem érkezett meg, várjuk a későbbiekben. Füzesinél Kolonics Ilonát köszöntöm, Zicsi Újfalu polgármester asszonyát. Köszöntöm Mészárosné Hegyi Gyöngyit, Sokoró község polgármesterét. Helyette alpolgármester úrat köszöntjük, és ő veszi át az ajándékot. Köszöntöm dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónikát, Pázmán község polgármester asszonyát. Köszöntöm Takács Jánost, Pákoszt község polgármesterét. Köszöntöm Wagner Péter urat, Nadap község polgármesterét. Tűzijáték. Rajongók vagytok? Igen. Az igazi rajongók szerintem tudnak énekelni néhány sort. Az így holnalmirigy slágerekből segítek, jó? Ha szükséges. Melyiket? A legnagyobbat? Én nem éneklek. Na gyere kiabált, hogy... Ó, nagy! Szerintem ennél egyszerűbben nem is tudtunk volna elkészelni.
zenépdalkorból jöttünk. 2005-ben alakultunk, 5 éve, azóta szereztünk egy aranypávadíjat Szegeden, úgyhogy évente 40-43-szor szerepelünk, és most itt vagyunk, és jól érezzük magunkat. Érzi magát a kedves hölgy is, akár ezen a rendezvényen. Nagyon jól, remekül. Remekül. Itt bent tetszik ülni, miközben kint zajlanak az események a színpadon. Most csak pihenek. Pihenni tetszik? Mire tetszik rá pihenni, vagy mielőtt tetszik pihenni? A hóna a mirigyre. Hú, akkor nagy bolizás lesz. Mennyire tetszik ismerni őket? Fene tudja, valamennyire igen. Idézni tudunk pár sort valamelyik slágerünkből? Nem, de a témájú a tévéből igen. Kisfiam, anyukája, feleségem táncolt, és akkor szerettük volna megnézni. Persze nem csak öt, hanem minden más műsorra kíváncsiak voltunk. I really need to be sorry if you are too blind to see that you can play with me. You cannot play with me. Sziasztok, mi vagyunk az Irigy Hónaj Mérés, és imádjuk a Velencei Tavat. Rengeteg jó koncertünk volt itt a Velencei Tó környékén, úgyhogy remélem ez a mai is ilyen lesz. Én még úttörő táborban is ide jártam. Én egyszer bele is kisültem. Nem is voltál úttörő. De táborba jöttem. Én egyszer itt úgy... pedig mindig ott van veletek. Egyszer itt úgy berúgtam. Már is érkezik a 4 numera király színpadon, az Irigy Hónaj Mirigy! Két jóképű férfi egyenesek Németországból, és talán akik 30 körül vannak vagy fölötte, emlékezhetik Thomas Anderson és Dieter Bohlenra. Két jóképű srác volt, aranyosak voltak. Most már kicsit másképp néznek ide, a hangjuk még mindig csodálatos. Vagy egy sörény következik itt a színpadon, Thomas Anderson és Dieter Bohlen, azaz a modern akkor, illetve a modern tolgépű. Végignéztétek a Mirigy koncertet? Igen! És hogy tetszett? Nagyon! Picikét tudok idézni a kedvenc dalotokból? Válasszunk ki egyet, mit szóltok? A Mizuból? Na akkor háromra, oké? Okay? 1, 2, 3! Mizu! És akkor most néhány sort ebből, tudom néhány sort idézni? A slágerükből? Ki az, aki tud, emelje fel a kezét? Na ott hátul a kisfiú, szerintem tud vele lepásolni. Nem tudsz vele lepásolni? Ő tud. Hát picit segítsünk neki, jó? Ő elkezdi, és akkor menjünk így tovább, oké? Okay? Gyere, segítünk mi is, oké? Okay? Is. I'm a cowboy.
WAMP, ami egyébként mocsarat jelent, azért, ha mindannyian innen számozunk a Velencei tó környékéről. Mind a hárman más formációban is csomót játszunk, de nagyon szeretjük egymást, nem tudunk egymást nélkül élni. Vagyis tudunk, de nem érdemes, de is nem akarunk. Végleges trió formáció, ez most nyáron a Fonyódi, illetve a Veszprémi Jazz Fesztivál, a Veszprém ünnepi játéka alkalmával alakult meg most, augusztusban, jó is végén, nem tudom. Józsos, egyébként annyit fűznék hozzá, hogy igen, minden, tehát a mocsár az azért van, mert mindenről a környékről, én egyébként balatoni vagyok, tehát itt egy kicsit csántított a történet, de ezt a szintén mocsáras idő kellett hozzá. Ez ugyanaz a vonal, úgyhogy. Többi repertoárral készülünk. Az elsős a legfontosabb a számukra a szakmai része ennek a dolognak. Saját számokat próbálunk összetenni, aminek nagy részét én írom, már folyamatban van. És ezzel a műsorral, főleg jazz fesztiválokra, illetve kifejezetten jazz irányultságú rendezvényekre szeretnénk eljutni. Szombat, értékeljük néhány mondatban a mai napot. Hát azt hiszem, csak azt tudom mondani, hogy nagyszerű volt, nagyon sokan voltak, és nagyon sok település képviselve volt a Kápolnál is nekem. Tegnap úgy számoltam, hogy 8 település, 9. egy ausztriai, az ausztriai nem jött meg, mindenki más megjött, illetve még bejött egy másik település, akire nem számoltunk. Lényeg az, hogy a kistérséggel együtt 18 település volt ma Kápolnán sétlen, nyilván hát egy vendéget nem számítva vele, de hát őket is mindenkit szeretettel vártunk. Nagyon jók voltak a programok, nagyon tetszett a születi rendezvény, illetve az, hogy a nyékiek is tényleg kitettek magukért a főzéstől, a sporttól kezdve mindenben részt vettek, és számomra ez a legnagyobb öröm. A little light, but there's still something missing. So we don't lie, we got a little something.